Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Holnap, április 8-án lesz Antal József születésének 75. évfordulója. Ma ráemlékezünk. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a stúdióban dr. Antal Józsefné Fülep Klárát, akit én már 17 éve a protokoll szerint úgy illik szólítani, hogy Klára asszony. Nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat. Hát Antal Józsefről az elmúlt másfél évtizedben nagyon sokan és sokat írtak, méltatták a politikusi, államférfiúi pályáját, értékelték, mint a rendszerváltozás kiemelkedő személyiségét, de viszonylag keveset tudunk a magánéletéről. Úgyhogy ma ilyen minőségben emlékezünk rá, és mindjárt az elején egy banálisnak tűnő kérdéssel indítok, hogy mikor, hogyan és hol ismerkedtek meg Klára asszony Antal Józseffel? Tánciskolában. Tánciskolában? Igen. Akkor egy klasszikus történet. Igen, Endrédi némi, mi néni tánciskolájában, a Gerlóci utcában, de emléktábla még nincs. Gimnazisták voltunk mind a ketten, és oda jártunk szombatonként össztáncra. Persze. Akkor lehet azt mondani, hogy első szerelem, első látásra? Abszolút, igen. Igen. Persze, hát én az édesanyámmal mentem, mint akkoriban szokás volt. De hát nem árult Petrezselymet, mert ott volt Antal József, meg mások is nyilván. Igen, sokan. És nagyon szeretett ő is táncolni. Igen, ezt kevesen hitték róla, de mi tudtuk, akik ott voltunk a közelében, hogy én persze most nem az én tisztem, hogy őt leírjam, hogy milyen volt magáremberként, Klára asszony ennél sokkal illetékesebb, de akkor mindjárt nem tudom megállni azt, hogy ne kérdezzem meg azt, hogy amikor megismerkedtek a kezdet-kezdetén, akkor tudta már, vagy érezte, hogy a sors egy különleges emberrel hozta össze? Hát én azt hiszem, hogy ő kiemelkedett a kortársai közül, tehát olyan szilárd és világnézete volt, és mindenről olyan komoly véleménye, mint nem egy 18 éves fiúnak, hanem egy felnőtt férfinek. Sokat olvasott, sokat tanulmányozott már akkor is. Igen. Könyvtárakba is töltött időt, vagy... Hát eleve a családi könyvtár, az volt. Nagyon komoly könyvtár volt, és ezt ő még gyarapította is, mert éveken keresztül a zseppénzét azt mind a Múzeum körúti antikváriumokba hordta, és abba az irányba, ami őt érdekelte, a politika és a politika történet, ilyen irányú könyveket vásárolt. No, hát akkor ehhez kapcsolódik mindjárt a következő kérdésem. Ugye hát híres nagy emberekről számos legenda születik, Antal Józsefről is készültek, születtek legendák, amelyek ugye többnyire azért valami valóság alappal rendelkeznek, hanem 100%-ig igazak. Hát egy ilyen legenda Antal Józsefről, hogy ő már gyerekkorában arra készült, gyerekkorától kezdve arra készült, hogy miniszterelnök lesz. Mennyire de, igaz ez? Hogy is, de hogy nem, hát egyáltalában nem. Csak a politika, és kizárólag a politika érdekelte, és az önművelősének az iránya is ebben az irányba hatott, tehát minden politikusi életrajzot, önéletrajzot elolvasott, és hát a történelem tudása az rendkívül nagy volt, de hát arról szó se volt ugyan. A politikai körülmények miatt? Tehát azért, mert egy megszállt országban, diktatúrában éltünk? Valószínűleg, hát ez is motiválta. De azért csak készült a politikusi életre esetleg, de hát ő, még ha pillanatilag... mindig azt mondta, hogy készen kell lenni, tehát most van egy adott helyzet, egy olyan rendszer, amit mi nem szeretünk, de készen kell lenni, mert soha nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő. És de az, hogy ő 1956-ban ő aktívan részt vett, ugye 24 évesen a forradalomban, a Keresztény Ifjúsági Szövetség megalakulásán túlmenően a Kisgazdapártban, ugye a székház visszaszerzése, meg számos esemény van, amiben ő akkor részt vett, aminek aztán következménye is lettek. Hogyne, a Kisgazdapárti fegyveres őrség megszervezése és hasonlók, és hát mikor november 4-e után
Kovács Béla apusomék lakásába költözött, mert mi ottan egy ilyen nagy családi TSZ-ben éltünk, majd egyszer erre még visszatérünk. És hát ott Kovács Bélának is jutott hely, és akkor, mikor még úgy volt, hogy tárgyal az újonnan megalakult Kádár kormány a politikusokkal, azokkal, akik szerepet vállaltak a forradalmi eseményekben és abban a kormányban, akkor bizony a Kovács Bélának a tárgyalási anyagát azt nagy mértékben a férjem állította össze. Most nekem van egy valós történetem, ami az előbb említett legendát látszik erősíteni. Nevezetesen 1990 április utolsó napjaiban, már pontosan nem tudom melyik napon, a Bemtéri MDF székházban öten voltunk este 10 órakor, vagy 11 órakor, akik bezárták a kaput és bezárták az irodát. Akkor Antal József már kijelölt miniszterelnök volt, ezt szeretném hangsúlyozni, és Osváth György, Tarpál, Kis György és Antal József, valamint én voltunk ott öten. Amikor indultunk haza, hogy 11 óra tájban, még elég hűvös idő volt, úgyhogy ballonkabátban jártunk, és akkor az Osváth Gyuri odament a fogashoz, leemelte Antal József kabátját, és elég ünnepélyes mozdulattal fel akarta segíteni neki. És Antal József azt mondta, hogy Gyuri, hát megbolondultál? Hát nem tudod, hogy egész életemben utáltam, ha valaki fel akarja segíteni a kabátot? És erre a Gyuri elmosolyodott, és azt mondta, hogy emlékszel, Jóska, 1954. május 30-án, nem tudom melyik étteremben vagy hol, azt mondtad, hogy akkor engedem felsegíteni a kabátot, hogyha miniszterelnök leszek. Kitört a nevetés, és akkor ceremoniális körülmények között Gyuri felsegítette Antal Józsefre a kabátot. Na most hát persze lehet tréfából is mondani, de hát azért valóban a politikusi pályára készült, és hát nem is kimondottan, de abban a hitben, ahogy Klára asszony is mondta, hogy mindig föl kell készülni arra, hogyha egy változás van, akkor élni lehessen az adott lehetőségekkel. És hát ugye volt honnan kapni a muníciót, de hát végül is most Antal Józsefről, mint emberről, mint magánemberről szeretnénk beszélgetni, és akkor itt kanyarodok vissza a Ferenciek terére, hogy hát azért a 60-as években, 50-es évek végén, 60-as években nem olyan könnyen, még a 70-esben sem éltek a magyar családok. Hát az Antal család sem élt fényes körülmények között, hiszen bár egy elég nagy lakásban a Ferenciek terén, de 10 éltek ott, ugye a idősebb Antal József feleségével, és a két gyermeke, ifjabb Antal József feleségével, két fiával, és a lánya, Antal Edit, a férjével, és két kislányával. Hát hogyan éltek ott ebben a lakásban? Három generáció, három család. Még volt egy idő, mikor még csak egy gyermekünk volt, és az idősebbik fiam pici baba volt, akkor még ott lakott a férjemnek a nagymamája is. Úgyhogy ez tényleg abszolút, akkor még 4 generáció élt együtt. Hát nem volt könnyű, nagy toleranciát igényelt minden ember, minden lakó és családtag részéről, de a férjem szülei toleránsak voltak nagyon, és nagyon, nem volt igazán komplikált, vagy surlódások nem voltak. És hát olyan szegénység volt, olyan nehéz évek voltak ezek, hogy az ember örült, hogy a családba egyetértés van. Szóval az amellett, hogy teher, de mégis egy csodálatos dolog, hogy 3 vagy 4 generáció egy fedél alatt él, és jól él, és miután éppen húsvét van most is, erre az időszakra esik most a születésnap, akkor hadd kérdezzem meg, hogy milyenek voltak a húsvétok a Ferenciek terén? Hát először azt kell elmondanom, hogy 1950-ben, amikor már udvarolt nekem a férjem, akkor is húsvét vasárnapra esett a születésnapja.
és akkor húsvét hétfőn a Posomnak volt egy hivatali autó lehetősége a pártból, és lementünk Somlóra, ami hát az Antal családnak egy... A kisgazdapártból. Csak nehogy véletlenül valaki a fiatalok közül megtudja, hogy miről van szó. Igen, a kisgazdapártból, és lementünk Somlóra, ami hát egy nagyon fontos hely volt az egész Antal család részére. A Posom ott született a Somlóhegy mellett Oroszi nevű faluban, és bevallom, hogy ez egy varázslatosan szép táj, úgyhogy egy nagyon-nagyon szép napot töltöttünk ott együtt, bejártuk az egész hegyet, a kilátót, a várromot, csodálatos várrom van, romantikus, úgyhogy én nekem ez borzasztóan tetszett. És hát általában úgy volt, húsvétkor összegyűlt a család. Mikor volt az esküvőjük, szabad ezek után kérdezni? Hát igen, 1952-ben, azon a héten, amikor leérettségiztem, utána következő szombaton volt az esküvőnk. Ez azért volt ilyen hirtelen, mert akkor a Jóska még egyetemista volt, hogy vívta ki a szüleinél azt, hogy ő meg akar nősülni, ezt nem pontosan tudom, de hogy egyetemistaként, és akkor az egyetemi hallgatóknak el kellett menni nyáron katonai szolgálatra, és hát azért június végén összeházasodtunk, hogy mégis egy hónapunk legyen együtt, mert augusztus 1-én kellett bevonulni. Tehát ő 20 éves volt, én 18, mikor összeházasodtunk. Ez valóban egy ifjúkori első szerelem, ami házassággal végződött, és akkor ezek szerint már Ferenciek terére költöztek 1952-ben. Persze. Hát onnan járt egyetemre is. Igen, már, hogy ne. Hát ők már akkor igen. Évek óta ott laktak igen, is. Igen. Na és akkor térjünk vissza a húsvétra. Milyen volt a húsvét? Hát, három, meg négy generációval egy fedél alatt. És hát nem csak a szorosan vett családtagok voltak ott akkor, hanem a férjem édesanyjának a testvére, a férjével, gyerekeivel, úgyhogy volt, hogy 18-20-an voltunk a húsvét vasárnapi asztalnál, és hát az a nem szeretem ezt a mondatot, hogy anyósom, tehát a férjem édesanyjának a művészete dicsérte az, hogy azokban a világban is megszerezte azt a húscsorbálással, meg egyebekkel, amit akkor föl tudott tálalni. Egyébként remekül főzött, sokat tanultam tőle. Az is egy dicséretes és példamutató dolog, ha valaki ilyen szépen beszél a férje édesanyjáról. Én nagyon szerettem őt, és sokat köszönhetek neki, mert ugye dolgoznom kellett, és két gyerekünk volt, tehát amikor betegek voltak, akkor is ő vigyázott rá, amikor már óvodások voltak, de amíg óvodába kerültek, addig egész nap ő volt velük. Aztán valamikor a 70-es évek elején ők költöztek el a Meredek utcába, ugye? Igen. Akkor 1900... már csak négy, idézőjelben csak négy, két fiúval, akkor már ilyen 10 év körüli gyerekek voltak. Hát ennek is az a története, hogy ugye két fix fizetésű ember, két gyerekből nem tudtunk volna mi összeszedni egy lakásra valót, és az én édesapám adta el a balatoni nyaralót a javunkra, és ebből lett a mi örök lakásunk. Aztán peregtek az évek, múzeum, tanári állás, aztán középiskola, hát, ugye 5-ös gimnázium, Toldi gimnázium, aztán eltiltás 56-os tevékenység miatt. Hát ez nem is fér bele a mi kalandos életünk egy ilyen rövid beszélgetésbe, de mondhatom, hogy nagyon nehéz éveket tudtunk magunk mögött, mert hát gyakran volt az, hogy nem volt állása, mert mikor elvégezte az egyetemet levéltártörténelem szakon, akkor Budapesten nem volt levéltárosi állás, és vidékre meg természetesen nem akart menni. Nektár nem is volt hova már, mint hogy nem volt lakás. Hát igen. Hát ez a családdal való együttlakás, ez volt a támpont. És hát utána is, akkor végre, mikor volt óradíjátalányos állása az 5-ös gimnáziumba, akkor ugye jöttek az október 23-a a forradalmi napok, és hát utána ez évekig nagyon nehéz volt, mert hát ugye le is tartóztatták, és hát aztán végül, mikor kiengedték, akkor a Toldi gimnáziumba
ment át tanítani, és 59-ben egy hetsz kampányt indítottak ellene, és akkor C pont alapján, ami akkoriban egy rettentő veszélyes dolog volt, mert a C pont alapján bocsátották el, és abban benne volt, hogy semmilyen értelmiségi állást nem vállalhat. És akkor megint az volt, hogy 9 hónapig nem volt állása, és állandóan ilyen egyeztető és fegyelmi tárgyalásokra járt a fővárosi tanácshoz. Mire aztán végül is megengedték, hogy a Szabó Ervin könyvtárban mégiscsak elhelyezkedhetett könyvtárosként. Ugorjunk egy nagyot most az időben, és menjünk a 80-as évek végéhez, amikor is politikai szerepet vállalt, és aztán miniszterelnöki megbízatást. Mi változott a Meredek utcai család életében ezt követően? Hogyan éltek ezután? Hányszor látták Antal Józsefet? Hát mondjuk vissza kell térnem az előtte levő időre az Orvostörténeti Múzeumra, hogy ő ott is nagyon sokat dolgozott, és elég későn járt haza, mert mindig mondta, hogy aki nem párttag, annak többet kell teljesíteni, és valóban hát így ezt csinálta ott a múzeumban is. A múzeumot az első, az épület újításától kezdve, tehát abszolút az Orvostörténeti Múzeum az ő műve volt. Igen. És viszonylag 25 év elég nyugalmas idő volt ez a házasságunkban. Tehát akkor már hozzászokott a család egy kicsit a nagyfokú elfoglaltsághoz, mielőtt a politikusi szerepvállalás megtörtént. Tehát ebből a szempontból csak annyi volt a különbség, hogy még később járt haza, mint amikor a múzeumnak volt az igazgatója. Hát nagyon érdekes volt aznap, amikor a miniszterelnöki esküt letette, mert reggel bement a parlamentbe a kis sárga öreg zsigulinkkal, és haza meg a Mercedes hozta, és biztonsági tiszttel. Úgyhogy ez nagyon meglepő volt és érdekes. Hát, arra a zsigulira én is jól emlékszem, és a vidéki kampányutakra az én kocsimban mentünk, mert az én kocsim nem, ennél sokkal fiatalabb volt, és még nem volt rozoga. Igen. Emlékszem rá. Hogyan zajlott, de hétvégén azért egy-két órát tudott a családdal tölteni. Persze. Hogy zajlottak a hétvégék ebben az időben? Mi volt a fő elfoglaltság? A fiúk már nagyok voltak, ugye? Igen, hát ahhoz mindig ragaszkodtam, hogy egész héten ül a parlamentben, vagy a hivatali szobában, hogy menjünk sétálni. Úgyhogy minden hétvégén úgy főztem az ebédet, hogy legyen nekem is időm rá, és akkor megsétáltattam ebéd előtt. De most itt jön egy másik legenda, ez bár eléggé személyes, de talán mégis érinteni lehet, és nem igazán legenda, hanem úgy tudom, hogy majdnem mindig kiment a temetőbe. Igen. Tehát volt az, hogy ez a bizonyos séta, ez a farkasréti temetőben volt, és elmentünk az édesapja sírjához, aki már ugye sajnos nem érte meg azt, hogy ő miniszterelnök lett. És akkor ezt követően ugye hát nagyon zsúfolt hetek, hónapok és évek voltak, mégis lehettek ebben szép és érdekes pillanatok, és hát kérdezem meg, Klára asszony néhányszor elkísérte Antal Józsefet miniszterelnöki hivatalos útjára. Melyik a legkedvesebb, vagy esetleg több is élménye ilyen külföldi utak során, amire szívesen visszaemlékezik? Nagyon sok élményem van, de a legcsodálatosabb, ami a legelső volt, amikor az Egyesült Államokban voltunk, és Bush elnök fogadta, és én tényleg nagyon megható volt, amikor a Fehérház kertjében fantasztikus, csodálatos ceremónia, ilyen régi, több száz éves egyenruhába öltözött katonazenekar, és ilyenek, és egy emelvényen állt a férjem és a Bush elnök, és az ő miatta játszották el Washingtonba a magyar himnuszt. Ezt soha nem felejtem el, ez valami gyönyörű volt. Aztán hát voltam vele Egyiptomban, Izraelben, Japánban, a dán királynő fogadott minket,
japán császár mellett ülhettem, az nem volt akármi, és nagyon, nagyon sok szép élményem volt. Hát itt is vannak történetek, ez ugyan nem Japánban, és nem, távol, nem a tengeren túlon történt, hanem éppen elég közel itt Németországban, Hamburgban, amikor egyesült a két CDU, a keleti és a nyugati CDU, és a párt alakuló ülés volt, akkor Antall Józsefet is meghívták, én a kísérletében ott voltam. És akkor nem először, lehet, hogy már másodszor, talán harmadszor, a vacsora végén megszökött Kohl kancellárral, akivel nagyon jó baráti szívélyes viszonyban volt. Volt egy budapesti szökésük is, amikor a Nemzetközi Kereszténydemokrata Uniónak volt itt a Fórum szállóban egy rendezvénye, és akkor emlékszem, az Lánchídon szaladtak át, mert mind a ketten olyanok voltak, nem szerették a túlzott protokollt, nem szerették a túlzott biztonsági előírásokat. Szóval sok-sok érdekes élmény volt ezeken a találkozókon, ezeken az utakon is. Hát itt jut eszembe egy olyan kérdés, ami megint, ez egy mendemonda. Ez kimondottan mendemonda, és szeretném, hogyha megtudná a közvélemény, hogy ennek a mendemondának van-e alapja. Néhányan azt mondják, hogy Antall József már nem csak hogy a miniszterelnöki, de még a MDF elnöki megbízatása előtt is beteg volt, itt most a végzetes korra, a végzetes betegségre gondolok. Mikor derült ki, hogy Antall József súlyos betegségbe szenved? Ez a része, hogy ő már előbb is beteg volt, ez nem igaz, mert abban az időben, mikor ő MDF elnök volt, pontosan nem tudom, hogy mikor volt. 89. október 22-én nem az, hanem, hogy mikor, igen, hogy mikor történt az, hogy egy nagyon alapos, minden részletre kiterjedő orvosi vizsgálaton volt, és azt állapították meg, hogy a szervezete sokkal teljesen egészséges, és sokkal fiatalosabb, 10 évvel fiatalosabb a valóságos koránál. És tulajdonképpen valamikor a nyáron már miniszterelnökként mondta, 1990 nyarán mondta, hogy ő valamit érez a hóna alatt, és az lehet, hogy csak valami kis gyulladás, vagy ilyesmi, de nem volt ideje arra, hogy orvoshoz menjen, és mikor hát elment orvoshoz. Akkor mentek Amerikába, ugye? Ez októberben mentünk. Igen, októberben mentünk. A helyhatósági választások utáni napon mentünk Amerikába. És hát előtte egy-két héttel végre szakított magának időt a különböző baráti orvosoknak az unszolására, és akkor mondták, hogy hát ez bizony egy nyirokcsomó daganat, amit mindenképpen ki kell venni. És akkor, tehát akkor 1990 őszén derült erre fény, hogy beteg és milyen betegsége van. Igen. Hát tulajdonképpen a vizsgálat, és hát igazán a műtét után, ami hát egybeesett a taxis blokkád az ő műtétjével, akkor állapították meg, hogy ez egy non-Hodgkin limfóma, ami hát lehet többé, attól függ, hogy hogyan kezelik, lehet egy rövid lejáratú életet biztosít el, lehet, hogy esetleg hosszú évei vannak, hogyha jól reagál a szervezete a kezelésre. Itt kell elmondani egy olyan momentumot, aminek akkor senki nem gondolta, hogy ilyen jelentősége lehet. Biztos, hogy Antall József sem gondolta erre. Amikor beköltözött a dolgozószobájába, a parlamentbe, ami korábban Németh Miklós dolgozószobája volt, akkor pont azért, mert nem akart külön költségeket, meg faxnikat, meg én nem tudom mit, azt mondta, hogy minden így marad, ahogy van, én így fog dolgozni, ezzel most nem kell foglalkozni. Egyetlen egy dolgot kérek, a múzeumból hozzatok ki egy Batthyány Lajos festményt, és azt tegyétek fel a falra, a mártír miniszterelnök festményét. Nos, hát azt szeretném még elmondani, vagy itt megemlíteni, ugye, hogy tegnap előtt voltunk Zágrábban. Zágráb városában áll ugyanis egy Antall szobor, az Antall utca közepén, úgyhogy Antall József nem csak itthon, hanem külföldön is
nagy becsben van, és különösen Horvátországban. Ott elneveztek egy utcát Antal Józsefről, Göncz Árpád avatta fel ezt az utcát, majd 3 évvel később, 2002. március 11-én pedig a város emeltetett egy szobrot, amelyet Márin Ferenc avatott fel, és ott most már 6-7 éve hagyományosan koszorúzási ünnepségek vannak, ahol megjelenik a polgármester, külügyminiszter helyettes és magas tisztséget viselő állami köztisztviselők. Kérdezem, hogy itthon milyen események történnek most a 75. születésnap alkalmával? 11-én délután 2 órakor lesz egy emlékezés a temetőben, amikor Boros Péter fog beszélni. Akkor, és ez a Piarista Diák Szövetséggel együtt rendezi ezt tulajdonképpen a Kegyeleti Bizottság. De még hogyha már a külföldről beszélünk, akkor azt is el kell mondanom, hogy a múlt héten Berlinben voltam 3 napot, ahol nagyon magasrangú német politikusok jelenlétében lett Antal József Modell és Valóság című könyvének a 2. kötete, lefordította az Antal Alapítvány németre, és ennek a könyvnek volt a bemutatója. Egy értelmiségi a politikában címet kapott a német könyv, és a Német Szövetségi Köztársaságnak a jelenlegi a parlamentjének a jelenlegi elnöke Lambert úr mondta az egyik üdvözlő beszédet, a másikat pedig Ervin Tajfel, a Baden-Württembergi volt miniszterelnök, és a 3. üdvözlő beszédet pedig Oswald György, a régi gyerekkori barát. Igen. És nagyon-nagyon méltó képen lett ez a megemlékezés megrendezve, és ott találkoztam egy fiatal német politikussal, aki mondta, hogy mikor ez a bizonyos CDU kongresszus volt, amit az előbb említett, ő ott volt, mint olyan kis kezdő, futottak még, fiatal ember, és mondta, hogy mikor a Kohl kancellár és a férjem a dobogóra ment, hát olyan tapsvihar volt, és olyan üdvözlés a tömegben, hogy ő csak hasonlót popkoncerteken tapasztalt. Hát ez nagyon kedves történet volt, és örültem neki. Kedves Klára asszony, köszönöm szépen a beszélgetést. Önöknek, kedves nézőim, a szíves figyelmüket.